Az Óbecsei Népkönyvtárban minden évben rendszeresen frissítik a könyvállományt. Idén a pályázatok és más intézmények támogatása által beszerzett könyvek mellett a helyi polgárok is adományoztak köteteket. A közelmúltban Britannia belgrádi nagykövetségének támogatása által 500 új könyvvel gyarapodott az angol nyelvű irodalmi részleg is. Az év folyamán a könyvintézményünkben mondhatni, hogy egész évben olvasnak az olvasóink. Lehet, hogy a nyári időszak egy kicsikét ilyen szempontból jobb, mivel az emberek ugye elmennek nyaralni, elmennek medencére, kicsit szabadságok vannak, kicsit jobban kikapcsolódnak, és így több könyvet is visznek a nyár folyamán, és többet is olvasnak, talán mondjuk rá mind az év többi időszakába, de ezt ugyanúgy elmondhassuk a téli időszakba is, amikor ugye kevesebb a munka, előbb esötétedik, és több szabad idő van olvasásra. Úgyhogy mondhatni azt, hogy az év folyamán olvasóink, hát mondhatni, hogy egyformán olvas. A legtöbb olvasó a szórakoztató és könnyű irodalom iránt érdeklődik. Ami a korosztályt illeti, minden korosztály olvas a nyár folyamán, ugyanúgy a fiatalokra is és az idősebbekre is ugyanúgy ez vonatkozik. A fiatalabb korosztályok ugye több könyvet visznek ki esetleg olyan jellegűeket, amik nekik megfelelnek, például ezeket a könyveket viszik legjobban, amit már sorozatban esetleg láttak, amit ugyanúgy tudnák ajánlani is, ez a vaják, ugye ezek a könyvek, ezek nagyon aktuálisak a fiatalok korosztályában, de ugyanúgy olvassák ezeket a krimi jellegű könyveket, ugye a UNESCO-nek a könyvei nagyon aktuálisak a fiatalok korosztályában, de az idősebb korosztályokban is, és ugyanúgy a könnyebb könyvek közül a szerelmes könyveket, mint például a Jojo Moyes könyveket, vagy esetleg a Nicola Sparks könyveket, ezeket is olvassák. Ez mindegyik korosztályra megfelelő, ugyanúgy a fiatalabb is az idősebb korosztálynak is. A Népkönyvtár az év folyamán számos kultúrprogramot is szervez az olvasók számára. Az író-olvasó találkozók mellett irodalmi esteket, szavaló és mesemondó versenyt, de kreatív műhely munkákat is szerveznek. Ugyanakkor rendszeresen minden évben megszervezik a bibliójátékokat is, az általános és középiskolások vetélkedőjét. Ezt a könyvet különösen azért emeltem fel, Fábián Jankának az Annabel szerelme könyve lett kiválasztva az idei bibliójátékoknak a könyveként. A bibliójátékokat azt tudni már, hogy az intézményünk már több éven keresztül versenyjelleggel megcsinálja az általános és középiskolások részére. Ez abból áll, hogy a könyvtár kiválaszt egy könyvet, természetesen korosztálynak megfelelőt, el kell az iskolásoknak olvasni, ezt már leginkább júniusban, még mielőtt az iskolások be nem fejezik az iskolát, ki szoktuk küldeni, hogy melyikek ezek a könyvek, és a nyár folyamán ugyanúgy, mint a többi könyveket tudják már olvasni. Vannak szorgalmas diákjaink, akik már a nyár folyamán kiolvassák könyvet, felkészülnek belőle, és természetesen a nyár végén, ősz elején van ebből dátumra megszervezett versenyünk, ahol jelentkeznek ugyanúgy az általános iskolások és középiskolások, elolvassák ezt a könyvet, ami ki van választva, és ebből csinálunk egy versenyt. A verseny jellege nem csak az, hogy elolvassák a könyvet, természetesen az is, de nem csak az, hanem az, hogy barátkozzunk, az, hogy csapatszellemet építsünk, az, hogy megismerkedjünk másik iskolák tanulóival, nyelvtörőket szoktunk ebbe az egész versenybe belecsempézni, ami szintén ugyanúgy a készségeket fejleszti, úgyhogy ez évek során már bevált jelleggel ez a verseny, ez működik a könyvtárunkban, és ezúttal is szeretném, hogy a diákok vinnék ki a könyvtárba ezeket a könyveket, olvassák el, és azután jelentkezzenek erre a bibliójátékok elnevezésű játékunkra.
Idén első alkalommal hirdették meg az együtt elnevezésű versírói pályázatot is, amelyre a 10-től 18 éves fiatalok jelentkezhetnek. És ez a pályázat abból áll, hogy fiatalokat toborzunk arra, hogy verseket írjanak. Júniustól szeptember végéig fog ez a pályázat nyitva lenni, és ezúton is szeretném felhívni a fiatal költőket, írókat, hogy ne fogják vissza magukat, jelentkezzenek. Itt a lehetőség arra, hogy megmutassák magukat, kiírják magukból, amit szeretnek. A könyvtárunkban a felnőtt osztály részlegén, vagy a megadott címekre is, e-mail címekre lehet jelentkezni, bármikor, illetve személyesen is, hogyha bejönnek, ugyanúgy lehet, és nem amit ki kell emelni jobban, hogy nem csak Szerbia területéről jelentkezhetnek, hanem Szerbián kívül is, kívüli országokból is, ugyanerre a konkurszra, és ez a pályázat, ez ugyanúgy, mint magyar nyelven, ugyanúgy szerb nyelven is meg van hirdetve, úgyhogy ezentúl is várjuk a jelentkezőket. Természetesen zsűri fogja elbírálni utána ezeknek a verseknek az eredmény, hirdetés pedig ezután fog majd megszületni, miután a zsűri az elbírálást, illetve a döntést meghozta ennek kapcsán. Természetesen ajándékok is fognak itt járni a győzteseknek, és ezzel szeretnénk motiválni a fiatalokat arra, hogy írjanak. Ez nagy lehetőség arra, hogy itt megmutassák magukat. A versírói pályázatra szeptember 30-áig lehet jelentkezni. Személyesen vagy a matitsna.becej@gmail.com e-mail címen. Minden versíró két verssel nevezhet be, amelyek mellé egy rövid önéletrajzot is mellékelni kell.